Köszöntöm Önöket, ez a 35 perc a Kölcsey Televízió közéleti műsora Pünkösd második napján. Az ünneppel hosszabban is foglalkozunk ma, előtte azonban tekintsék meg, mi mindennel készültünk még. Fejlesztés, korszerűsítenek a Kisvárdai Kórházban. Pünkösd, az egyházi év harmadik főünnepe. Töltésfejlesztés, zajlanak a munkák a Krasznabéd vonalán. Egészségügyi témával kezdjük mai műsorunkat. Átfogó fejlesztésre nyert pályázatot a Kisvárdai Szent Damján görögkatolikus kórház. Az intézményben a járóbeteg szakellátáshoz tartozó épületrészeket korszerűsítik, a jövőben pedig új orvostechnikai eszközök is segítik a gyógyítást. A beruházást a kórház csaknem 300 millió forintból valósítja meg. Üresen kongó falak a Kisvárdai Kórházban. Az intézmény fülorgégészeti szakrendelői hamarosan visszaköltözhetnek ide, eredeti helyükre, most azonban még javában zajlanak a munkálatok. A területet a napokban adták át a kivitelezőnek. A kórházban több járóbeteg szakellátó felújítását ütemezték be a következő hónapokban. Ezek mellett új eszközöket is vásárol az intézmény. A fejlesztéseket uniós és állami forrásból finanszírozzák. Kisvárdán a Szent Damján görögkatolikus kórházban azt valljuk, hogy folyamatosan apró lépésenként tudunk továbbfejlődni. Ennek az egyik kis lépését most tettük meg. Egy 2017-ben beadott pályázatnak a sikeres megvalósításában vagyunk. Ez egy járóbeteg szakrendelő felújítási pályázat. Maga a projekt ténylegesen 2022. februárjában indult el, és most ez év szeptember 30-áig kell, hogy befejezzük. Ez egy nagyon szerencsés konstrukció a kórház szempontjából. Gyakorlatilag a teljes projekt összegünket 100%-ban támogatja az Európai Uniós forrásunk. Ebből a projektből szeretnénk a elmaradt járóbeteg szakrendelőknek a felújítását megtenni. Ebben a fülorgégészeti szakrendelőknek a teljes körű felújítása van, a szülészetnőgyógyászatnak a felújítása, illetve ott a várótermérészt is rendbe fogjuk hozni. Gyerekosztályon is két szakrendelőt tudunk felújítani. Ezen túl pedig olyan eszközöket tudunk beszerezni, amely a különböző területeknek, reumatológiának, rehabilitációnak, fizikoterápiának a napi munkáját fogja majd segíteni. Ezek az eszközök eddig megvoltak a kórházban, de már régiek elavultak voltak, és most ezeket újra tudjuk cserélni. Ilyen eszköz is érkezik majd többek között. A rehabilitáció nem csak eszközigényes terület, de ezen a részlegen naponta több száz beteg is megfordulhat. Ezért különösen fontos a megfelelő infrastruktúra. Azon túl, hogy a bentfekvéshez már egy megfelelő kubatúra áll rendelkezésre, olyan válmozgató és térmozgató gépeket is tudunk beszerezni, amelyek eddig a kórházunkban, ha meg is voltak, akkor nem olyan modern készülékek, mint a mostaniak lesznek, és mivel nagyon-nagyon sok mozgásszervi panaszsal vagy stroke ellátást követően érkező betegnek szüksége van a rehabilitációs ellátásra, az ő hétköznapi életünket tudjuk majd megkönnyíteni, és olyan mozgásokat megtanítani és visszaállítani nekik, amelyet eredetileg is tudtak, csak a betegségből kifolyólag most már ezt nagyon nehezen tudják megvalósítani, és ezek a válmozgató, térmozgató gépek pedig majd a hétköznapi életbe való visszatérésüket fogják segíteni. A fizikoterápián pedig olyan eszközöket tudunk beszerezni, amelyekkel szintén a betegek hétköznapi életét, az életminőségét fogjuk majd javítani. Az eddig meglévő eszközparkunkat tudjuk úgy fejleszteni, hogy most a reumatológiai területre is tudunk ezekből a fizikoterápiás eszközökből majd jó párat kihelyezni. A fejlesztés sorozat becslések szerint közel 15 ezer járóbeteg szakellátását teszi színvonalasabbá, emellett a szakdolgozók számára is modernebb, energiatakarékos környezetet teremt. A beruházás a tervek szerint szeptember végéig tart majd. A jövőben a krónikus osztály felújítását is tervezi az intézmény. Az épület energetikai korszerűsítése már megtörtént, és férőhelyeket is tud biztosítani a részlegen a kórház. A krónikus osztályunk az a terület, ahol egy nagyobb fejlesztés lesz még a közeljövőben várhatóan. Ennek az épületnek ez egy önálló épületben működő osztály. Az egész épületben 200 férőhelyünk van, de ott még más egyéb osztályok is, területek is működnek. Ennek az épületnek a felújítása kívülről megtörtént hőszigetelés, nyílászáró cseréje. Egy energetikai felújításon vagyunk túl. A belső részeknek a megújítására pedig már olyan tervek állnak rendelkezésre, majd hogyha megfelelő forrás érkezik erre, akkor gyakorlatilag a közbeszerzési eljárás követően azonnal tudjuk kezdeni a felújítását, és megfelelő
terek állnak arra rendelkezésre, hogy egy-egy részt át tudjunk adni a kivitelezőnek, és ettől függetlenül is az ellátásunk azért tud folyni itt a kórházban. Azt tapasztaltuk, hogy a környezetünkben, de az egész megyében is jellemző, hogy főleg a COVID utáni időszakban nagyon sok idős embernek az otthoni ápolása, ellátása problémát jelent, illetve az idős otthonokba való bekerülés is hosszú folyamatot, hosszú időt vesz igénybe. A krónikus osztályunk 93 ágyon működik a kórházunkban. Itt még vannak olyan férőhelyek, hogyha valaki a idős ellátott, tehát szeretét nem tudja otthoni körülmények között ápolni, ellátni, mert neki például dolgoznia kell a hétköznapokban, akkor az ő ellátásukban tudunk segíteni, és akár arra az időszakra is, amíg az idős otthonban egy férőhely felszabadul, és akkor ott későbbiekben el tudják helyezni. Tehát olyan nehéz élethelyzetekben tudunk megoldást nyújtani itt a kórházunkban, amelyre eddig esetleg más kórházban nem találtak megoldást a hozzátartozók. A korábbi nagyszabású energetikai felújításnak köszönhetően a fűtési időszakban is gazdaságosabban működött a kisvárdai kórház. A kórházunkban 2022 őszén fejeződött be az az energetikai felújítás, amely 1,2 milliárd forint értékben lehetővé tette, hogy a hőszigetelési rendszereket lecseréljük, az új nyílászárókat beépítsük, illetve a kazánunkban új szivattyúkat sikerült elhelyezni, és ehhez kapcsolódóan a napelem parkunknak is egy része megújult, tehát a energetikában a mostani nagyon magas energiaköltségek mellett jelentős megtakarításokra van lehet, amit már az is mutatott, hogy az elmúlt évben, az elmúlt ősszel, bár alacsonyabb volt vagy később kezdődött a hideg időszak, de később is kezdtük el a fűtésünket, tehát nálunk egy hónap megtakarítás jelentkezett a gázszámlámban emiatt. A kisvárdai Szent Damján görögkatolikus kórház 2022. februárjától többletfeladatokat is ellát. Az orosz-ukrán háború kitörése óta több ezer menekült ellátásában vett részt. 2022. februárjában már mi kint voltunk a határon, és különböző gyűjtőpontokon segítettük a ideérkező menekülteknek az ellátását, illetve ez azóta is folyamatosan történik, tehát akik beérkeznek Záhonyba, illetve itt települtek le Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében ezen a környéken, akkor ők, hogyha egészségi ellátásra szorulnak, akkor a kórházunkat keresik fel. Ez legyen aktív, akut ellátás egy olyan nehéz élethelyzetben, ami sürgősségi ellátást igényel, vagy volt olyan betegünk, akit a krónikus osztályon, rehabilitációs osztályon helyeztünk el szívinfarktus követően, úgyhogy az ő ellátásukat is gyakorlatilag másfél éve segítjük. 50 nappal húsvét után pünköstkor a Szentlélek eljövetelét ünneplik a keresztények. Az ünnep eredetéről és üzenetéről Gál Sándorral, a Nyíregyháza Városi Református Egyházközség vezető lelkipásztorával beszélgetek. Jó estét kívánok, áldás békesség! Jó estét kívánok, áldás békesség! Pünköstről beszélgetünk, pünköst hétfőn, ami ugye a húsvéti ünnepkörhöz szorosan hozzátartozik, és mint tudjuk, a húsvét a kereszténység, a keresztjének legnagyobb ünnepe. Hogyan kapcsolódik a pünköst ehhez az ünnepkörhöz? Hát nagyon komoly bibliai történetiség az, ami ide vezet. Nem csak ünnepeljük 50 nappal húsvét után a pünkösdöt, hanem valami nagy dolog történik, valóban pontosan az 50. napon. A zsidók által megünnepelt Tóra ünnep, a törvény adás ünnepe, az új kenyér ünnepe zajlik tulajdonképpen ekkor Jeruzsálemben, és Jézusnak korábban tett ígérete teljesül be, aki azt kérte az övéitől, a tanítványaitól, hogy maradjanak Jeruzsálemben, és várják meg ezt a rendkívüli eseményt. Várakoztak úgy, hogy nem tudhatták, hogy mi ez az esemény valójában, hiszen ez a megvalósulásakor érzékelhető és fogalmazható meg leginkább, és megtörtént. Tehát ezen az izraeli ünnepen együtt vannak az izraeliták, a zsidók Jeruzsálemben, és az ígéret beteljesül, kiárasztja Isten a Szent Lelkét, kitölti a tanítványokra, és ennek az eredményeként teljesül az, hogy felvérteződnek mai hétköznapias kifejezéssel élve a tanítványok arra, hogy elmondják azt a látást, belátást, ami éppen a lélek kiáradása miatt született meg bennük. Összetudták kapcsolni az ószövetségi ígéreteket, történeteket azzal, ami Jézus jelenlétében valósult meg, az ő messiási megváltói szolgálata, illetve azok az ígéretek, amelyek
a pünkösdre vonatkoztak, hiszen az áll az Ószövetségben, hogy eljön az az idő, az utolsó napoknak nevezi ezt az írás, amikor Isten kiárasztja a lelkét a fiúkra, lányokra, idős emberekre, látásokat látnak és álmokat álmodnak. Tulajdonképpen ez történt az 50. napon húsvéthoz képest, kiáradt a lélek és beteljesült a korábban tett ígéret. Ennek eredményeként a tanítványok összetudják kapcsolni a valóságot a régi ígérettel, és hát ebből születik meg az új szövetségi egyház. Hogyan ünnepli a református egyház pünkösdöt? Azért vannak különbségek a különböző felekezetek között. Igen, a keresztény felekezetek külső szokásaiban, rendtartásaiban némiképpen eltérnek, de alapvetően bármelyik keresztény felekezet képviselője ülne itt ma a stúdióban, ugyanezeket az alapvető gondolatokat fogalmazná meg, hogy húsvéthoz képest, a feltámadáshoz képest, a halál feletti diadalomhoz képest folytatása van Isten munkájának, és ez a folytatása Szentlélek kiárodásában valósul meg. Ez a pünkösnek a lényege. A református egyházban, ahogyan a többi sátoros ünnepre, karácsonyra, húsvétra is előkészítő alkalmakon készülünk. Az ünnepet megelőző hét minden napján istentiszteleteket tartunk, úgynevezett bűnbánati esték, bűnbánati istentiszteletek, amikor önvizsgálatot tartunk, amikor az igehirdetések arra ösztökélnek, vezérelnek, hogy egy-egy hibánkat, tévedésünket, hiányosságunkat felismerve járuljunk a gyülekezet egész közösségével Isten színe elé az ünnep napján. És hát nem csak a Szentlélek kiáradása ténye az, ami megfogalmazódik, hanem az egyház létrejötte, a keresztény egyháznak a létrejötte, és ez ma egy óriási ajándék, amikor a közösségeket keressük, ajánljuk, kutatjuk, próbáljuk építeni, visszatalálni az eredetihez, ahhoz a motivációhoz, ahhoz az indítatáshoz, ami az első pünköstkor létrejött közösségben valósulhatott meg. Hogy látja, hogy érzi, messzire kerültünk az elsőhöz képest? Tartalmát tekintve nem, tehát az egyház belső élet működését tekintve nem, hiszen nemzedékről nemzedékre való a hitvallásosságunk, átadják az apák a fiaknak, anyák a lányoknak is, valóban egyik nemzedék a másiknak az evangélium tartalmát, a Krisztus szabadításának a hírét. Hát össznépileg, össztársadalmilag lehetnek kérdéseink, ez tagadhatatlanul igaz. Egyrészt ismeret hiányban is szenvedünk, információ hiányban, feltételezésekre alapozva megítélünk egy vallási gesztust, egy keresztény ünnepet. Másfelől pedig az ismeret az még nem a teljes hit, ami református hitvallásunk szerint. Az igaz hit ismeretből és az ismeret tárgyába vetett bizalomból áll, illetve az Istenbe vetett bizalomból. Ma ez talán sokakban megbicsaklott, vagy nem alakult ki ez a bizalom. Éppen a nagy lehetőségek korát élve azt gondoljuk mi emberek, hogy mi tudjuk, és mi meg tudjuk valósítani azt, ami az ember számára az életet, a teljességet jelenti, és hát lépten nyomon bebizonyosodik, hogy a fokozódó lehetőségeinkkel együtt kudarcosak vagyunk. Technikából ötösek, száguldásból ötösek, megjelenésből ötösek vagyunk, de emberségből nem mindig érjük el az elégséges osztályzatot. Hát azért itt a történelem során komoly kihagyások voltak, vagy kiesések a folytonosságból. Hogyan lehet ezt utólag pótolni? És azt minden, vagy egyre többször merül fel, hogy valamilyen változásra vár a mai ember talán. De vajon mi az, ami megengedhető az egyház számára, mint modernizálás, változás, vagy új szemlélet, és mi az, amiben megragaszkodni kell a gyökerekhez? Ez egy nagyon lényeges kérdés 2023 pünkösdjének másodnapján is. Érezzük közösen a változásra való ráutaltságunkat, ennek a szükségszerűségét.
Ugyanakkor van egy tétovaság bennünk. Én azt gondolom, hogy sokkal egyszerűbb a pünkösd ünnepének a lényegét megérteni annál, mint amit gondolunk, és sokszor túlmagyarázunk. Ha visszamegyünk az eredeti történethez, azt látjuk, hogy Jézus parancsára tanítványok együtt tartózkodnak, együtt vannak, közösen léteznek, nagyon-nagyon egyszerűen, és szinte a passzivitás határát súrolja ez a bejelentés. Ennek az eredménye az, hogy oda tudja Isten a lelkét kiárasztani. Vagy ahogyan a zsidók felmennek erre a Tóra ünnepre Jeruzsálembe, megtartani az ősi ünnepet, hálát adni az új kenyérért, együtt vannak, együtt léteznek. Ez az együtt létezés, ez egy olyan alapfeltétele a jóra való változás beteljesedésének, amit sokszor mellőzünk. Nem vagyunk együtt. Nem létezünk együtt. A legszorosabb kötelékben, a családokban sem létezünk együtt. Ha együtt is vagyunk, elválaszt bennünket a mobiltelefon, a televízió, most talán nem stílusos éppen egy adásban ezt mondani, de ezt jól fogják érteni a kedves nézők. Tehát az együtt létezés az az egymás tekintetének az élvezése, az egymás megjutalmazzuk a tekintetünkkel, a kérdéseinkkel, a szavainkkal, az ölelésünkkel, a figyelmességünkkel. Ez nem egy vallási teljesítmény, hanem egy külső feltételnek a megléte, amit nem véletlenül kér Jézus a mennybe menetel előtt, a feltámadása után, hogy legyetek együtt. Én azt gondolom, hogy a magyar nemzetnek itt az anyaországban, határon túl is, a szétszórtságban levő magyaroknak is ez egy nagyon-nagyon fontos üzenet, hogy Istennek ez a szándék, hogy lakozzunk, létezzünk együtt. A családokban, a baráti körökben, munkatársi közösségekben, egyházi közegekben, és ez a megengedő, Istenre hangolódó együtt lét, ez érdemessé válhat arra, hogy Isten kegyelmes lesz hozzánk, és kiárasztja a lelket, és jön az a változás, amit ugye tetszett mondani, hogy valahol egy megújulása, változása várunk. És a kérdés második fele, hogy miben modernizálódhat a keresztény egyház, és miben nem. Hát ebben a tartalomban nem. Az együttlét feltétel szükségletében, illetve a Jézusról szóló üzenet teljes tartalmában semmit nem szabad változtatnunk, mert azonnal deficites lesz az egyháznak, a gyülekezetnek a működése. A formák azok szükségszerűen változnak. Én azt gondolom, hogy ezt nagyon leleményesen megtaláljuk. A mostani nemzedékben is a technikai vívmányok felhasználásával, a komfort érzetünk kielégítésével, nyilván ezt is egy szükséges szintre emelve csak. Én nem gondolom, hogy napról napra kellene definiálni, hogy most a színekkel, az árnyakkal, a hangokkal hogyan szabad játszani, mit szabad felhasználni. A tartalomra való ügyelés az mindig ad egy olyan fegyelmezettséget, hogy a formát, a keretet is megtalálja az egyház, vagy egy adott kisebb gyülekezeti közösség. Ami azt gondolom, hogy nagyon nagy különbség a mai ember és a múltbéli ember között, az éppen a türelem és a várakozás képtelenség, hiszen az azonnali vágyteljesítés korszakát éljük, miközben a pünkösnek éppen ez a várakozás az üzenete. Így van. Nem a semmittevés, nem a tehetetlenség, hanem a várakozás abban az értelemben, hogy rákoncentrálunk arra, amit Isten elkészített ajándékul. Igen, türelem. Várakozni tudás, nem a semmittevés, hanem egy aktív várakozás. Esperes úr, köszönjük szépen, hogy megosztotta a gondolatait velünk. Örömmel tettem. Második napján. Vízügyi témával folytatjuk. Közel 22 kilométer elsőrendű árvízvédelmi töltésfejlesztés valósul meg a Kraszna védvonalán. A tervezett fejlesztés keretében megépülő aszfaltozott koronaburkolat védelmi funkcióján túl lehetőséget biztosít a kerékpáros és gyalogos turizmus számára. Emellett pedig a töltésen lévő zsilipes műtárgyat is átépítik Magosligetnél. Csendesen csordog áll a Kraszna kocsornál. Az 1970-es árvíznél azonban komoly problémákat okozott a térségnél. Ekkor az árhullám elérte a 700 cm-t.
De nem ez volt az egyetlen árvíz a Krasznán. 1998 nyarán is pakolták a homokzsákokat a helyiek, és 2006-ban is akadt dolguk a szakembereknek. Ezért itt bár még érintetlen a töltés, Olcsváig 4,3 km hosszan fejleszti a jobb parti védvonalat a Feti vízig. A tavaly kezdődött 2022-ben ez a projekt, közel 22 km elsőrendű árvízérdemi töltés fejlesztését jelenti. Természetesen van egy zsilip is itt a Batárnál, amit át kell építeni, a töltés szelvény növelésével párhuzamosan egy kis szivattyúállás is kiépítésre kerül. Ebben a projektben eszközbeszerzés is be van ütemezve, egy kaszagép többféle tartozékkal, egy személygépkocsi beszerzése és zsilipnyitó szerkezet beszerzése, amely tulajdonképpen már meg is történt, azt lehet mondani, a kaszagép beszerzésére a szerződés van folyamatban. A bővítés során először a meglévő humuszréteget eltávolítják és deponálják, mivel ezt később visszaterítik az elkészült földműre. Ezután a nagydobos határában lévő anyagnyerő helyről ellenőrzött minőségű földanyagot hordanak a töltéshez, ez a folyamat jelenleg is zajlik. Anyagnyerő hely valahol Ópályi térségében, van nagydobos Ópályi térségében a Kraszna töltés mellett, onnan nyerik a szükséges földanyagot és szállítják. Így elég hosszan kell szállítani, mert ugye Vásárosnaményig is, meg Kocsordig is el kell jutni az anyagnak. A Batárnak ott Magasligeten van egy anyagnyerő helye is, onnan szállítják. Oda kevesebb kerülszesen, kb. 150 ezer köbméter földanyagra van szükség, és hát nem mindegy, hogy milyen összetételű és milyen víztartalmú. Tehát pontosan ezt laborvizsgálatokkal ellenőrizik folyamatosan az előírás szerint, és ha túl nedves, akkor ugye ezt kicsit szállítani kell, nem lehet, meg kicsit várni kell a következő réteg beépítésével, ha pedig nem megfelelő, akkor azt ki sem szabad szállítani, és nem szabad építeni. A Kraszna töltése elég inhomogén, ezt tudjuk jól, hiszen a megépítésekkor jött létre, 19. század végén építették akkori Kraszna mederből kitermelt anyagból, ez iszapos homok, agyagos, iszapos, vegyes összetételű átszivárgásra hajna most, tehát egy tartósabb árvíznél mi tapasztaljuk, hogy a töltés átázik, szivárog. Különösebb probléma ebből még nem volt. Most ezzel a beruházással, hiszen kötöttebb anyag épül be, megfelelő anyag épül be, ezzel már sokkal ez sokkal jobban fogja viselni a tartósabb árvizeket is. Hát ami még érdekes lehet, nem mindenütt kell magasítani a töltést, tehát Kocsornál eléggé magas, hiszen ahol sok anyag kijött a mederből, azt ott ugye nagy töltés épült. És az Kraszna töltésére az is jellemző, az eredeti töltésre, hogy eléggé hát egyenetlen a magasságilag is, meg a rézsű is elég egyenetlen. Most ezzel adunk egy formát, az előírás szerinti trapézszelvényt alakítjuk ki. Tehát szebb lesz a töltés, könnyen karbantartható lesz, könnyebben lehet rajta védekezni. A kívánt magasság elérése után következik majd a töltés koronák aszfalt burkolattal való ellátása. Kocsortól így könnyen el lehet jutni kerékpárral is Vásárosnaményig, hát onnan meg még tovább, illetve a Szamoskrasznak közé árvízi tározó körbe biciklizhető lesz aszfalton ezentúl. Tehát ez is egy járulékos haszna ennek a beruházásnak. Területen végzett vízügy beruházások ugye kapcsolódnak mindig a település fejlesztéshez is. Úgy is készülnek, és úgy is szoktuk ezt megtervezni. Tehát mindenképpen ennek tekinthető, és úgy is lesz kialakítva a járhatósága is. Tehát speciális sorompók lesznek, ami kerékpárra könnyen járhatók, viszont gépjármű forgalom az igazából nem lesz megengedett ezeken a szakaszokon. Jóformán csak a fenntartási munkák elvégzéséhez, még védekezéskor. A beruházás nagy területet érint, így felmerülhet a kérdés, az ezt körülvevő élővilágot hogyan befolyásolja a töltésfejlesztés. Az építés az mindig jár egyfajta bontással, egyfajta
hát időleges természet átalakítással. A Kraszna térsége is mondhatni a Batá térsége sem különösebben ugye, védett, rövid szakaszon van a Natura 2000-es terület, de tulajdonképpen nem, azokat nem érinti a maga a töltés nyomvonala, és az anyanyerőhely sem, ahonnan az anyag kitermelésre kerül. Egyébként az anyanyerőhelyet utána rekultiválni kell, tehát engedély szerinti kitermelés van, és azt követően rendezve lesz a terület. A Hold Kraszna mellett van ez az anyanyerőhely, és úgy lesz kialakítva, hogy lehetőség szerint ez vizet tározzon, hiszen a terepszintet csökkenti, egy ilyen kis medence alakul ki a terepen. Korábban ugye ez mezőgazdasági művelés alatt volt, tehát összekapcsoljuk, ahol lehet a Hold Krasznával, ezáltal vízmegtartásra használható lesz. És erre igény is van, hiszen ott az a Károlyi erdő, Hold Kraszna a Károlyi erdőben folydogál, és mód lehet akár a Szamos Kraszna közé tározó leültő GDP nyitásával a Krasznából bevezetni vizet ide, ami ugye Olcsva felé vezeti tovább a vizet, az északi főcsatornán és ott be a Szamosba, de a Szamos Kraszna tározó töltésében van még egy zsirip, amelyen lehet ugye szabályozni, szakaszolni, illetve lejjebb is mód lehet, mód nyílhat rá. Tehát ez ilyen módon kapcsolódunk a természet védelemhez, a vizes élőhelyek megtartásához, meg még bővítéséhez is. A földmű fejlesztése ki van téve az időjárás viszontagságainak és a vízjárásnak. A hullámokban nagy mennyiségben érkező esőzések hátráltatták a munkát, jelenleg 40%-os az előrehaladás. A következő hónapok szárazabb időszaka azonban kedvez a földmunkáknak, így gyorsabb ütemben tudnak majd haladni a szakemberek. A Batár folyónál is zajlanak a munkák. Itt a 2019-ben befejezett bal parti töltést folytatják Magosliget település közigazgatási szakaszán. A töltés elvárt paraméterei a Krasznaival megegyezőek, az építés technológiája azonos. Itt egy zsilipes műtárgyat is átépítenek. A jelenlegi zsilip elbontásához, az új építéséhez szükséges az érintett töltéstest elbontása is. Ehhez első lépésben egy az eredeti töltéssel megegyező árvízi biztonságot nyújtó ideiglenes, félköríves védőtöltést építettek az árvizes oldalon. Csak így bontható el a töltés és a régi műtárgy, majd épülhet az új. Amikor az eredeti nyomvonalon kiépül az új töltés zsilippel, az ideiglenes töltést el lehet majd bontani. Az új műtárgy egy méteres cső átmérővel létesül, mintegy 40 méter hosszúságú lesz, és az előírások szerint két zsilip táblával biztosítja a két oldali elzárás lehetőségét. A tervek szerint idén november végére befejeződik az építkezés. A Kraszna árvízvédelmi védvonalának előírások szerinti kiépítése, illetve a Szamos Kraszna közi tározó korábbi megépítése hosszú távon megteremti a térség árvízi biztonságát. Vásárosnaményben folytatódott a Helyben vagy rendben programsorozat. A kezdeményezés célja, hogy a pályaválasztás előtt álló fiatalok személyesen is megismerhessék azokat a vállalkozási lehetőségeket, amelyeket Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye tud nyújtani számukra. A programtól azt várja a vármegyei önkormányzat és az Együtt Európáért Alapítvány, hogy a diploma után itthon maradnak a diákok. Akár egy tökéletes gyakorlati hely kell, ahol el tudunk helyezkedni, és onnan szépen építkezünk tovább. Vagy akár valaki ugye vállalkozóként is, tehát hogy szerintem mindenféleképpen van a lehetőség, nem muszáj más megyébe, vagy akár más országba is elmenni. Ambíciózus fiataloknak szervezett szakmai napot a Vármegyei Önkormányzat és az Együtt Európáért Alapítvány. A térség szakképzési centrumaiból 45 tanuló kapott lehetőséget arra, hogy a kulisszák mögött is megismerjék, hogyan és mitől működhet jól egy vendéglátó vagy élelmiszeripari vállalkozás. A diákoknak Baktalórendházán és Vásárosnaményban gyakorlati bemutatót, majd előadásokat szerveztek. A program elsődleges célja, hogy felhívja a fiatalok figyelmét a helyi értékek megtartásának fontosságára, valamint arra, hogy szűke pátriájukban is lehetnek sikeresek. A program jelszava helyben vagy rendben.
ezzel azt szeretnénk kifejezni és erősíteni, hogy valóban nagyon fontos az, hogy ők tudást szerezzenek, ha kell, akkor menjenek el tanulni akár máshová is, de azt a megszerzett tudást, azt a sok tapasztalatot és ismeretet azért majd itt kamatoztassák helyben, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, mert akkor van igazából eredmény annak a munkának, amit mi elkezdünk, és akár az oktatási feladatoknak is, hogyha valóban a fiataloknak tudunk olyan perspektívát és olyan lehetőséget mutatni, amellyel helyben tudják magukat elképzelni majd a jövőben is. Tehát ez az identitás erősítés, ez pontosan ezt fejezné ki, hogy megerősítsük benne azt, hogy igenis a szülőföld iránti elköteleződés az legyen meg, a szakmában is, ne csak az életben, ne csak az érzelmekben jelenjen meg, hanem a szakmában is legyen meg az elköteleződés, és igyekezzenek megkeresni azokat a lehetőséget, amellyel helyben tudnak segíteni, és ők is helyben tudják elképzelni majd azt az álmot, azt az életet, amelyet szeretnének megvalósítani maguknak. Úgyhogy ez a program ezt célozná, és azt, hogy ezt elérjük, többféle eszközt próbálunk ebbe a programban is úgymond bevetni. Egyrészt ugye most rendezvények vannak, amelyeken igyekszünk jó gyakorlatokat, olyan erős példákat megmutatni, jó példákat, példaképeket felvonultatni, akik itt születtek a Vármegyében, és itt valósították meg azt az álmot, amelyet ők elképzeltek maguknak, és valóban most már nem csak vármegyei szinten, hanem országosan, sőt világ viszonylatban is ismertek. Ezért vagyunk most itt Vásárosnaményben, itt egy helyi termékkel ismerkedhetnek meg, illetve azzal a családi koncepcióval, amely úgy gondolom, hogy példaértékű, és ugye voltunk már Bakta Lóránt házán, ahol szintén egy családi vállalkozás nőtte ki magát olyan szinten, amely mind turisztikai szempontból, mind gazdasági szempontból azért egy olyan példa, amelyet meg lehet mutatni, és amelyhez lehet úgymond kapcsolódni. Mivel szakásnak tanulok, ugye különösen érdekelt ugye a Fengyves Hotelben, ugye Bakta Lóránt házán a konyha, hála Istennek oda is be tudtam jutni, és körülnézhettem. Hát számomra nagyon érdekes volt, és eddig ez a nap nagyon színes számomra. Hát ugye ebédeltünk is a szállodában, és az is egyszerűen engem lelkápráztatott. Nagyon szeretem magát a főzést is, mondhatom szenvedélyemnek is, mert ezért választottam ezt a szakmát. Nagyon tetszett, ott az ételek is finomak voltak, a tálalás is elképesztő volt, úgyhogy egy élmény volt számomra ez a mai nap. Nem csak a munka világából kaphattak ízelítőt a diákok. A szakmai előadásokon, a helyi értékekben, a vármegyében rejlő gazdasági, turisztikai lehetőségekről is szóltak. Én úgy gondolom, hogy minden ilyen jellegű rendezvény nagyon fontos és nagyon nagy szükség van rá. Nálunk 250-en dolgoznak a cégcsoportnál, több tevékenységgel foglalkozunk. A fő tevékenységünk az élelmiszeripar, vegyi áruk is és nagykereskedelem. Emellett jelen vagyunk az élelmiszeriparban és a vendéglátásban is. Egyik fő koncepciónk az, hogy mi hiszünk a helyi alapanyagokban, és hiszünk a helyi emberek szakképzettségében, szaktudásában, ezért a működésünket is rájuk építjük, úgyhogy nagyon örülnénk annak, hogyha minél több fiatal maradna itthon, és minél több fiatal helyezkedne el nálunk és a környező kis vállalkozásoknál. A Szabolcs-Szatmár-Bereg a Fiatalok Megyéje című program több webes felületen nyújt információkat. Podcast csatorna is indult, ahol többek között kultúráról, helyi identitásról, helyben boldogulásról kérdezik a térség közszereplőit, szakembereit. Kedves nézőink, eddig tartott ma a 35 perc, legközelebb új műsorral szerdán jelentkezünk, amikor többek között a nyári vízellátással is foglalkozunk. Számítunk figyelmükre akkor is, viszontlátásra!